a 2000-es évek előtt, vagy a 2000-es évek után, vagy a körül születettek, tehát a munkaerőpiacon most, vagy korábban belépők határozzák meg azokat akár humán, akár IT trendeket, amelyek alapján meg akarjuk őket találni toborzásnál, talent keresésnél, egyebeknél. Marian? Hát szerintem azért ez a vállalat profiljától is függ. De hogyha nézzük... Mondja az önökét. A miénket, hát az ITS egy nagyon-nagyon fiatal vállalat, 32 éve az átlag életkor. Tehát értelemszerűen mi mindig a fiatal, friss nemzedéket is keresünk, de a komplexebb területnek, vagy a komplexebb feladatokra értelemszerűen azért az idősebb generációt is... A 32 éves az az átlag, vagy az már az idősebb az generáció? Az átlag. És az van olyan területünk, ahol 27 év az átlag, tehát amikor megyek, akkor a nagymama... Tehát akkor a 35 az idősebb generáció, akik az összetette feladatokra... Igen. Az álláshirdetések esetében nem lehet egy egységes sablont alkalmazni most már. Tehát nagyon figyelni kell azt, hogy tényleg ki a célcsoport. Tehát amikor azt mondtam, hogy a jobportálok, és ilyen szempontból a jobportálnál, ami a közösségi médiát is jelenti, nem mindegy, hogy mondjuk egy fiatal célcsoportot melyik felületen próbálunk elérni. És az akkor már automatizmusként működik. Igen. Az önök cégénél, hogy a 27 éves sekk közé beválasztandó vagy toborzandó embereket. Van olyan a 32, rész, ami már automatikusan működik, csak azt illetve mondani, az hogy a különböző, hogy milyen szöveggel megy ki. Tehát hogy a különböző felületeken, különböző eszközökkel, a különböző célcsoportokat automatikusan úgy szólítják meg, ahogy azt gondolják, hogy ez... Nem, tehát azért egyre még én azt mondom, hogy ez egy hosszú távú cél. Van olyan része, ami már automatikusan tud működni, igen, és automatizmus nem csak az, hogy megtalálja, hogy melyik csatornát, hanem hogy milyen szövegrészt tegyen bele, tehát hogy attól függően, hogy kit célzunk, melyik a célcsoport, annak megfelelően melyek azok a kulcsszavak, amikre jobban ugrik az a célcsoport. És ennek lehet egy automatizált része is. Ebben azért még van fejlődési lehetőség. Tehát a Navengo sem egy több száz éves cég, már csak a profiljánál fogva sem lehet az. Ott is azt gondolnám, hogy azért, ha nem is feltétlenül csak és kizárólag a 2000 környékén születettek, de mégis a fiatalabb generációk megszólítása az, ami mondjuk ezt nevezzük akkor 35-40-ig is akár a legfontosabb cél. Így van. Illetve hát végül is nekünk is nagyon hasonló az átlag életkor. Én viszont hiszek abban, hogy technológia ide, technológia oda. Szerintem egy iszonyatos fontos dologról a már meglévő munkatársainkról nem árt, illetve nem szabad megfeledkeznünk. És beszéltünk volna erről is, általuk kínált lehetőségekről, és az, hogyha őket bevonjuk a toborzásba, és megfelelően jutalmazzuk az eredményeiket, abból azért tényleg ki lehet hozni azt a 200-300. Tehát, hogy hoz magaddal még egy embert, és akkor te premizálódhatsz. Valami ilyesmi? Ez akkor az IT services. Ez egy ajánlási rendszer, egyre több cég. Ez mindenhol van. Ebből látszik, hogy nem vagyok HR toborzó szakember, de... Azzá válok minden így konferencia van, és után. És hát nyilván ad a munkavállalónak is egy büszkeségfaktort, és hát a beválás az egész jó. Szóval azok, akik megélik a vállalati kultúrát belülről, azok általában azokat a kollégákat referálják, akik ott is tudnak maradni hosszú. Mi a fontos, hogy a toborzásnál jöjjön, mindenképpen jöjjön valaki, vagy hogy hosszabb távra jöjjön? A hosszú távról is beszélhetünk, Dávid. Alapvetően nyilván most a legnagyobb probléma, hogy mindenki tömegével szeretne fölvenni kollégákat, és picit fölülértékelődik nyilván ez a szerep, és sokkal nagy pult kell ahhoz generálni, hogy abból legyen egyáltalán olyan, aki be tud lépni. Viszont a minőségre nyilván azt gondolom, hogy mindenkinek továbbra is oda kell figyelni, és sokkal inkább fölülértékelődik, most elhangzott akár egy ilyen is, hogy akár ez a munkavállalói élmény is, és ez a candidate experience is, ami ugye nagyon fontos lesz, hogy a toborzástól elkezdve egészen mondjuk a kilépésig, hogy van lekövetve mondjuk egy adott kollega. A toborzástól a kilépésig az az önként vállalt kilépésig, nyilván azt nem lehet tervezni, vagy pedig egy időtávra szóló kilépésig, mondjuk 5 évre. Az 5 év az most már nagyon hosszú az táv. Az most már én azt gondolom, hogy az 1-2 év a hosszú táv, sajnos, vagy nem sajnos, de átalakul a piac folyamatosan. Tehát magyarul jöjjön a munkavállaló, hosszú távra jöjjön, de ez a hosszú táv, ez mondjuk max 2 év, legalábbis az első körben a itt munkaadónak a fejében. A következő témakör, hogy az új toborzás az a megtartás, és igazából sokkal nagyobb energiákat kell egyébként erre fordítani. Viszont az is nagyon fontos, hogy hogyan lehet ugye attraktívá tenni a céget, hogyan lehet őket motiváltá tenni. Nekünk, mint ügynökség, most első számú feladatunk lehet, hogy kvázi kicsit ilyen értékesítőként, moderátorként nem csak, hogy belokalizáljuk ezeket az embereket, megtaláljuk a legjobbakat, hanem mi adjuk el kvázi elsőként a céget, az első hang, az első ember, vagy arc, akivel találkoznak. És nagyon fontos, hogy hitelesen tudjuk közvetíteni a céget, a terméket, a szolgáltatást. Jó, és azt a légkört. Kalandozunk, de szerintem nem baj, brand, cég, brand. Amerikában azt mondják, 83% a cégeknek a brandjük alapján jelenik meg a leendő vagy potenciális munkavállaló előtt. Tehát az a fontos, hogy milyen a brandje a cégnek. Mit gondolnak a saját cégükről, milyen a brandje, mondjuk az IT Servicesnek, milyen a Navengo-nak? Jó brand?
Szerintem igen, jó brand. Tehát azt gondolom, hogy ha a HR vezető azt mondja, hogy rossz brand, akkor komoly problémák vannak a cégnél. De meghatározó számít? Abszolút, hogy milyen... abszolút. Tehát igen, tehát én azt gondolom, hogy igenis egy munkavállaló, amikor tájékozódik, sokkal jobban tájékozottak különben a mostani piacon kereső jelöltek, mint korábban. Tehát ugye pont azért, mert az információ sokkal könnyebben elérhető egy vállalatról, sokkal jobban megvan a percepció is erről a vállalatról. De csak a percepció. Még ez se biztos. Tehát nem csak a percepció, mert bizony a közösségi fórumokon effektíve a vállalatban dolgozó kollégák tudnak akár véleményt mondani ugyan a vállalatról, ami onnan és ezt hagyják? Percepció. Öreg hiba. Én azt gondolom, hogy ez megint vállalati kultúra kérdése. Hogy ki nyilván van ennek egy foka, nem? Tehát, hogy meddig... Én azt mondom, hogy igen, tehát ezt lehet ügyesen csinálni, mint minden üzletet ügyesen kell csinálni. Ebben is úgy gondolom, hogy ugyanez a dolog. Amiben én viszont hiszek, hogy igenis a vállalati brand az nagyon-nagyon fontos. Mert amikor egy munkavállaló jön egy céghez, akkor elsősorban persze az információkat, de a vállalati brandet, az image-et nézi. Amikor pedig elmegy egy munkavállaló, akkor nagyon sokszor a vezetőtől megy el. Ez is igaz, de hát... A vezető az szoros része a brandnek, gondolom, vagy igen. Elsőre az nem tűnik fel annyira? De egy brand építésben, és ezért nagyon egyetértek azzal, hogy nem elég csak behozni. Tehát, hogy és nem elég csak a brenddel foglalkozni, hanem ez egy egységnek kell lennie, és tényleg, mint egy életciklus úgy kell kezelni a munkavállalókat is, és az egyes HR szolgáltatásokat is úgy kell garantálni, hogy egy életciklusban gondolkozunk. Ne önállóan gondolkozunk egy recruitment tevékenységről, vagy egy performance tevékenységről, vagy egy talentprogramról, hanem próbáljuk egybefűzni az egészet, ami segítő, hogy támogatja a brendet. Az más egyébként a 27 évesek csoportjába való toborzásnál a táv, az időtáv, amiben gondolkodnak, és mondjuk a 35 éves, esetleg a rendszert már jobban ismerő, tapasztaltabb szakemberek toborzásánál, hogy kit milyen időtávra igyekeznek megszólítani? Van különbség. De azt tudom mondani, hogy egy vállalatban van egy nagyon jó belső karrier lehetőség, az IT Services-ben szerencsére van a méretéből adódóan is, akkor egy fiatal kollégát is lehet hosszabb távra motiválni az NNG-nél. Ott mennyit számít a brand? Azt is egy jó brandnek gondolom. Igen, fontos a brand, és nyilván nekünk tulajdonképpen ebben iszonyatos nagy szerencsénk van. Pont ezért azt gondoljuk, hogy nem elég a brand, hanem a feladatok is versenyeznek, és a munka lehetőségek, meg a fejlődési lehetőségek versenyeznek a munkaerőpiacon. Tehát a brand az már egy ilyen alap dolog, de az első benyomás, meg hogy én kikkel dolgozhatok együtt, hogyan tudok fejlődni, főleg egy technológusnál, szoftverfejlesztőnél, akinek ugye a tudása évente elévül, tulajdonképpen ez sokat kell fektetni. Péter, hogy tudják megmagyarázni egy leendő munkavállalónak, amikor toborozzák valamilyen céghez, hogy jó brand, de amikor majd benn leszel, akkor majd ez és ez a közeg környezet vár, és hidd el, hogy ez nagyon motiváló lesz. Én azt gondolom, hogy a brand az a, tehát mint minden más üzleti területen az eladásnak az segít, vagy az eladásnál segít. De van igény arra azoknál, akiknek mondjuk a brand már meggyőző arra, hogy azt is tessék nekem megmondani, hogy mi vár rám ott? Természetesen. Tehát, hogy a brand, tényleg azt gondolom, amit Andra is mondott, hogy egy belépő ahhoz, hogy egyáltalán számba vegye a jelölt, mint lehetséges munkahely. De ennél sokkal fontosabb dolgok vannak, azt gondolom. Mondjuk mi a második kérdés? Mi az első, hogy a második kérdés a munkahelyre vonatkozónak annak, aki már tudja, hogy melyik céghez fog vagy szeretne menni, szerintem... nagyjából ismeri azt, hogy ez mivel foglalkozik a profilját, esetleg már bele is olvasott mondjuk olyan kommentekbe, amiket az IT Services-nél cenzúrázva jóvá hagytak. Szerintem, hogyha IT-ról beszélünk, akkor talán második helyre a technológiai fejlődés lehetőség, illetve hogy mennyire up-to-date technológiák. Első hét okostelefon, második hét laptop, harmadik hét benzinkártya, negyedik hét korlátlan hitelkártya, nem nagyon? Nyilván ezek is fontos dolgok, meg a babzsák és a csocsóasztal, de visszatérve tényleg, tehát amik trendek, de hogy a tényleg IT-ról beszélve elsősorban az up-to-date technológia. Sokkal nehezebb. Szóljon hozzá mindenkihez egy mondatot, és hadd menjek végig a Forbes trenden, hát ha egyetértenek vele. Nekem csak egy ezzel a brandel, tehát teljesen egyetértek, hogy alap. De a brand megint nem egy statikus dolog. Tehát ezt folyamatosan építeni kell. És én azt gondolom, hogy azok az információk, amik valóban fontosak a munkavállalók számára, és valóban nem csak az, hogy hova jön, hanem milyen feladata van, mennyire tud fejlődni,
az, hogyha valaki tudatosan épít brandet, és olyan brand üzeneteket alakít, és folyamatosan alakítja ilyen szempontból a brandjét, akkor összekapcsoltan, tehát hogy mondom, akkor stratégiailag tudja egységesen erősíteni a brandet is, illetve tudja kommunikálni azokat az értékeit, amit persze nagyon fontos, hogy utána valóban meg is tapasztaljon a munkát. Hát meg annál is fontos, mert ez egy szubjektív műfaj elsőre a brand, mert most lehet, hogy valamit kommunikál, de lakva ismerszik meg az ember, Andrea. Én úgy fogalmaznék, hogy a brand az a makro környezet, és van egy mikro környezete mindenkinek, és ebben nagyon erősen beletartozik a vezető. A vezető, aki bevon, a vezető, aki meghallgat, a vezető, aki visszajelzést ad, és abszolút egyetértek. Ez ugye nem csak és kizárólag a felső vezetőre, hanem ez mindig az adott munkafolyamatnak a vezető, csapatvezetőre vonatkozik. Az első ember, akihez én tartozok. Szerintem ez iszonyatosan felértékelődik, és igen, brandek, kultúrák és vezetői tulajdonképpen rétegek fognak versenyezni majd a munkavállalóért. Dávid? Igen, amit akartam pont mondani, kicsit visszacsatolva, ugye, hogy mi a hiánypiacról beszélgetünk, abszolút azt látjuk, hogy most nem az van, hogy a munkáltató ellenőrzi le különböző fórumokon a dolgozókat. Ők válogatnak, ők nézik meg, és ugye transzparenciát várnak. Vannak különböző olyan portálok, amit ismerünk, nemzetközi portálokat, ahol ugye vélemények vannak, osztályozva vannak a cégek, és ez fontos. És azt gondolom, hogy a cég számára is fontos, mert hiteles információt kaphatnak a dolgozók. A hitelesség megint csak visszacsatol oda, ami miatt én azt gondolom, hogy nagyon fontos szerepe van a technológián, pénzen túl a communitynek, a közösségépítésnek. És a közösségépítésben benne vannak a dolgozók, de azt gondolom, hogy ugyanúgy benne vannak a vezetők, és az, hogy egy megértő vezető, egy olyan vezető, aki tényleg akár olyan hands-on tudással rendelkezik, aki le tud arra a szintre egyébként menni, ahol a kollégák vannak, az egy nagyon fontos dolog. Egy nagyon motiváló és ott tartó tényező, amennyire ez most tényleg azt gondolom, hogy nagyon figyelembe kell venni. És a másik ugye érzelmi intelligencia megint csak ugye előjön folyamatosan. Egy kicsit olyan egy csapat, mint egy család, hogy tulajdonképpen ugyanabból azokból a mintákból táplálkoznak az emberek a munkai viselkedésük során is. Jó az, hogyha egy cég kicsit családként viselkedik? Itt a megfelelő egyensúlyt kell megtalálni szerintem. Tehát én erre nem mondanám egyértelműen az igent sem, és a nemet sem. Családként tekintenek a cégükre, vagy a munkavállalók? Egyensúly, libikóka. Jó. De azt írja a Forbes Trend 2018-ra a HR-ben, hogy elköteleződés helyett, amiről egyébként sokat beszéltek, hogy fontos, és hogy ezt ki kell alakítani, ők azt mondják, hogy a tapasztalatszerzésen van a hangsúly a potenciális munkavállalóknál is, és a toborzásnál is. Tehát, hogy ők tapasztalatot akarnak szerezni, akik munkát akarnak vállalni, ők nem azért mennek valahova dolgozni, mert én most örök életemre lojális akarok lenni akármilyen céghez. Stimmel, nem stimmel, magyar piacon meghatározó-e? Ezt megint talán a technológia oldalára fordítanám le. Fordítsa, tehát, hogyha, csak röviden. Ha egyet akarok ezzel érteni, akkor, akkor azt gondolom, hogyha a technológiai fejlődés és mindig a naprakészség egy fontos igénye a jelölteknek, akkor ez igaz, és ez tud így működni. Jellemző vagy nem jellemző Magyarországon azokkal, akikkel találkozik, hogy nem tudom, nekem ez a családos kérdésre inkább igen lett volna, tehát az igen fele hajlott volna a válaszom. Digitalizáció a Forbes szerint nem csak a kütyüket meg a tempót jelenti, hanem az adatbázist, amit beszéltünk, a munkaerő elégedettség folyamatos mérését, tehát a digitalizációnak ezt a visszacsatolási szerepét. Tehát ez legyen a második mondat, és akkor az első az, hogy az elköteleződés helyett a tapasztalatszerzésről mit gondol? Szerintem ez jelen van a piacon. És nagyon-nagyon ügyesnek kellene, hogy mindig meg tudja, tehát egy óriási, egy ilyen méretű vállalat is meg tudja mutatni, hogy az egyén személyesen hogy tud fejlődni. Ez az elsőhez a válaszom. A másik a digitalizáció és a big data. Igen, szerintem a HR-nek is használnia kell. Egyre jobban kellene használni. Én azt gondolom, hogy a HR szakma évek óta beszélget róla, de még azért itt erős tartalékok vannak. Szuper. Analitika. Harmadik Forbes Trend analitika. Kommunikációs szakadék feltérképezése mind a vezetőség, mind a beosztottak között, mind a generációk között, mind minden között. Jelen van-e Magyarországon fontossága? Hát abszolút, sőt, ugye ez erről többek között a digitalizáció, tehát. Tehát igazándiból én azt gondolom, hogy nem csak azért, mert sok tekintetben hiszek a retróban, de az aktív kommunikáció szerepe, amikor face-to-face és nem csak cseteken keresztül kommunikálunk, az visszatérő lesz, illetve egy nagyon fontos eszköz, amire egyre többen jönnek. És csak akkor egy ilyen zárójeles
pikírt kérdés, akkor ilyen nagy széterített térképek vannak a kocsiában, amikor így mennek valami új helyre és keresik a célpontot? Mert hogy hisz a retro... Hétvégén ne arra fordulj. Navigációt, de egyébként nem autóval járok. Jó. Állandóság helyett szabadúszók, rövidtávú szerződések, mobil munka, hogy ez is egy nagyon meghatározó trend. Egyébként valószínűleg ez sem 2018-ban kezdődött, de hogy idénre egy nagyon meghatározó dolog. Magyarországon ez hogy is van? Folyamatosan változik. Tehát igazából ebben az a legszebb, hogy mi korábban majdnem mindenki alvállalkozóként dolgozott az IT-ban, addig ugye eljött az a pont, amikor mindenki ugye alkalmazotti státuszba próbálta behozni a tudást és bent tartani a tudást. Most azt látjuk inkább, hogy vannak óriás projektek, meg kisebb volumenű projektek. A nagyobb projekteknek mindig megvan a gazdája, a kicsiknek nem feltétlen, ahol az outsourcingnak azt gondolom megvan a jelentősége. És emiatt egyébként ez egy életképes történet lesz, és azt gondolom, hogy lesznek olyan területek, nem mindenhol, de lesznek olyan területek, ahol ez tovább fog élni, és ahol... De akkor ezt sem úgy kell elképzelnünk, hogy 2018. december 31-től csak és kizárólag otthonról dolgozó, egyébként 3 hónapos szerződésre létrejövő munkakapcsolatokban alkalmazott emberek lesznek, hanem ennek is a fokozatosság, az átmenet a lényege. Hölgyeim és uraim! A végére értünk, és ilyenkor az állásinterjú meg szokták kérdezni, hogy kedves kollega, vagy leendő kollega, hogyan látja magát itt a cégünknél 10 év múlva? HR-esként hogyan látják magukat egy-két mondatban 10 év múlva? Milyen eszközökkel, kiket akarnak majd hogyan megszólítani, milyen trendek lesznek akkor, mi az, ami a mai életünkből már akár az idei trendek közül is retróként fog visszaköszönni. Szóval kérek szépen egy 2-3 mondatos 10 év múlva hogyan lesznek majd a HR piacon jelen, ha jelen lesznek, mik az elképzeléseik, hölgyek, hogy az elsőbség. Biztos, hogy sokkal több adatot fogunk használni, biztos, hogy sokkal több kütyűt fogunk használni, és a rendszereket próbáljuk összehangolni, de azt gondolom, hogy 10 év múlva is nagyon bízom abban, hogy lesznek olyan emberi beszélgetések, amikor a HR és az üzlet azon gondolkodik közösen, hogy hogyan lehetne jobbat csinálni ezért a világért. Köszönöm, Andrea. Én 10 év múlva azt szeretném látni, hogy az én kis csapatom hogyan viszi tovább akár az NNG életét. Én már addigra szeretnék visszavonulni. Értem, hogy motivált 10 év. Dávid? 10 évet nem is merem használni, megmondom őszintén, mert annyi változás van, csak ha visszatekintünk az elmúlt pár évre. Van ilyen kérdés még az állásinterjún? 10 év nincs, de az, hogy hogyan képzeli magát, nem tudom, a szervezet részeként 10 nap múlva. Jó. Ahogy látjuk most a piacot, azért azt látjuk, hogy tényleg a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás, az teljesen be fog épülni a mi munkánkba is, a toborzásba is, illetve azt gondolom a HR más területeire is, de azt gondolom, hogy ez inkább egy toborzás támogató eszköz lesz, ami inkább pult épít, ami inkább fog egyébként egy gyorsított folyamatot eredményezni, mert nyilván a technológia folyamatosan fejlődik. Viszont pont az emberi oldal. Ugye mi is emberi kapcsolatokat építünk a jelöltjeinkkel, a cégeinkkel, nem lehet kivenni egy önéletrajz, ha csak abból indulunk ki, az sem mutatja egyébként, hogy ki az, aki a másik oldalon ül. A gép nem fog tudni motiválni, a gép nem fog tudni bemutatni egy céget, nem fogja tudni a személyiséget igazából föltérképezni. Lesznek területek, ahol gyorsul, és ahol lehet, hogy ez háttérbe szorul, de összességében azt gondolom, hogy ezek a dolgok inkább pont, hogy felülértékelődnek majd egyébként nagyon sok terület vagy pozíció érdek életében. Viszont azt sem szabad elfelejteni, hogy lehet, hogy nagyon sok pozíció meg fog szűnni pont ennek a hatására, de akkor jönnek más pozíciók, akik majd pont arra lesznek majd hivatalosak, hogy a gépeket programozzák az újabb és újabb folyamatokra. Tehát, hogy ez egy örök körforgás, talán Terminátor eset majd itt nem lesz a jövőt tekintve, mert nem tudjuk. Jó, Péter, zárszó ilyen értelemben, röviden. Én is egy kicsit retro gondolatot képviselek. Én 20 éve foglalkozom munkaerő közvetítéssel, és 20 évvel ezelőtt az volt a várakozás, hogy ha megkérdezted volna, hogy mi fog történni 20 év múlva, akkor sokkal, sokkal vadabb dolgokat mondtunk volna. Nyilván sok minden változott, de az emberi része az mindig nagyon fajsúlyos. Úgyhogy én azt gondolom, hogy 10 év múlva biztos lesznek szuper eszközök, de hogy alapvetően... De az ember, de a kör közepén ott hát az, ülök. Az ember, és mondjuk az a szelete a HR-nek, amivel mi foglalkozunk. Tehát, hogy reméljük, hogy még itt leszünk. Jó. Kicsit szakállásabb. Andrea, Marian, Dávid és Péter, nagyon szépen köszönöm.